A mai nap az rendkívüli, minden évben tartunk egyébként legalább egyszer egy véradást, és minden hónapban tartunk hősképzést is a laikusok számára. És ma úgy gondoltunk, hogy véradás is van, ezért legyen majd hősképzés is, és nem hónap első hétfőjén tartjuk meg, most hónap végén. Még nekünk mentősöknek is minden nap képzésünk, nem minden nap, de gyakran van képzésünk, így a laikusok számára is fontos a képzés ismétlés. Ha valaki a 112-es számot hívja segélykérésként, ha talál egy eszméletlen beteget, akkor szakképzett mentés irányítókkal fog beszélni, akik telefonon keresztül instruálják a légzésvizsgálatra, a betegvizsgálatra, illetve hogyha nincsen légzése a betegnek, a mellkas kompresziókra. Ilyenkor elmondják telefonon, hogy hova rakja a kezét, hogyan kulcsolja össze, milyen mélyen kell nyomni, és a mentés irányító fog számolni, hogy hogyan kell nyomni a mellkast. Tehát segítséget kap mindenképpen még telefonon keresztül is. És ha egy ilyen hősképzésen valaki részt vesz, akkor így sokkal bátrabban és sokkal könnyebben tud segíteni másokon.